Köszöntöm a kedves nézőket, a mai vendégünk professzor dr. Sós Csaba, a Magyar Úszóválogatott Szövetségi Kapitánya, akinek köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és a legjobb kor, mert hogy a mai napon tulajdonképpen egy bronzérem is érkezett veled a vizes világbajnokságon. Igen, lebuktunk, hogy mikor veszik fel a felvételt, ugye? Ez egy meglepetés, bronzérem, és egy fiatal ember, azt mondtam, még tavaly ifjúsági korú volt, és azért nem akármilyen ellenfelek, 5 órán keresztül egy ilyen verekedéssel tarkított kőkemény úszás, nagyon nagy sikernek tartom. És ez egy váratlan dolog volt, 22 évesen ő jött be jobban. Így van. Mi az, amit a legnagyobbra értékelsz a vizes világbajnoksággal kapcsolatban? Magyarok vagy nemzetközi? Magyarok. Hát nyilván a világnak a világcsúcsot, ez nem lehet elmenni mellette, de nyilván minden olyat nagyra tartok, aki egyéni csúcsot úszott, mert annak az olyan, mint a világnak a világcsúcs. Tudod, én mire gondoltam Ar arra, hogy. Azért sokat hallottunk arról, hogy Kristoffal mennyi probléma volt. Egyébként el lehet mondani az úszóválogatott szinte minden tagjára, a COVID-tól kezdve a sérülések és egyebek. Most vagy többet hallottunk erről, vagy több probléma volt, mint máskor. És Kristoffal kapcsolatban én azt hiszem, hogy neki még soha nem volt ennyi gondja felkészülés közben, és így sikerült ezt az eredményt elérni. Dehogy nem? Volt ezt már? tudom válaszolni, hmm. csak a Selmeci lenyelte. Tehát, amilyen határozott, erős karakter és ember, hogy mondtam és pozitív értelemben mondom. Annyira benyeli az ilyet, szóval ő azért nem egy ilyen panaszkodós típus. Értem. És a Kristóf szóval azért nem úgy van, hogy bent a világot tönkre verem, kijövök, és olyan vagyok, mint egy átlagember. De tudja magáról, el, most már ő is mer erről beszélni. Elmondta, hogy vagy kétszer infartus közeli helyzetbe hozta a balást. De amikor oda kell állni, akkor megnyeri a két VB-t, abban az egyiket világcsúcsa. Jó, de attól, hogy a személyisége kicsit más, mint az átlagembereknek, az persze azt tudja az edző, de az, hogy a COVID jön, és nem egyszer, hanem kétszer az, hogy sérülések jönnek, azért az nagyon megnehezíti az edzőnek a dolgát. Mint, hogy kapásboglárkáról is tudjuk, hogy most már covid derúszott, és amikor Rasovszki Kristóf azt nyilatkoz, hogy fogalmam sincs, hogy mi volt a probléma, akkor nekem már az van a fejemben, hogy lehet, hogy talán volt ott már valami más is. Igen, nehéz egy helyzet ez, az úszóknak alapvetően két típusa van, de szerintem ez minden munkahelyen is így van. Van az egyik, aki hajlamos arra, hogy a halálig dolgozza magát, a másik meg olyan, mint az elektron, úgy mindig a kisebb ellenállás irányába megy. Ezt nekünk jól el kell különíteni, mert nálunk az egyik típus, aki a halálig képes dolgozni, ez a kapás. Őt vigyázunk kell, óvnunk kell, mert belállna akkor is, amikor nem szabad, mert az egészséget tönkre megy. Mm. A másik az, akit nógatni kell, annak meg az ilyen helyzet kiváló táptalaj. Meg Covid, meg nem érzem jó magam, mert lehet hablatyolni, de a vége egy, ott föl kell állni, és ezt a keménydénes megmondtam, mindig föl kell nézni a verseny végén az eredményezőre, és az van. Nagyon érdekes volt, hogy napról napra hallgattuk a nyilatkozataidat, voltak ilyen csúcspontok és voltak mélypontok is, az egyik pillanatban a jó szereplés, ez a következő pillanatban változtatni kell, mert nem lesz ez így jó a jövőben, és egyébként csak látszólag van ellentmondás a kettő között. Igazából rossz hangulatom az első nap volt csak, és megismétlem most is, a, ott elment egy ezüstérem a váltóba. És egyidejleg történt meg két olyan dolog, ami eddig soha, és nem bántani akarom, mert mindent megted, de a Bohusicsi úszta a leggyengébb részidőt, és gyengébbet úszott délután, mint délelőtt. A kettő közül bármelyik nem történik meg, akkor ezüst, illetve csak a reggel időt megúsz, akkor is már bronzérmünk van. A zavart, az nagyon bántott, mert ha ott az első nap van egy ezüst, az egésznek más az optikája, talán másképp úsznak a többiek is. Az örömöm nyilvánvalóan az, ami ugye a 200 pillanat a napján lement, hát aki ott volt, vagy akár csak tévé látta, ez, ez, egy ilyen, ez egy csúcsa ennek a pályának, ennek a pávarat a Nestrum Dormát elének, Szóval az, hogy változtatni kell, azért nem ma vettük észre, és nem ma tudjuk. Nem most jöttünk mi erre rá. Csak éppen most már kimondtam, tehát nehogy azt hogy valaki, hogy ezzel a nagyon sok döntős helyezés, amit sok sportákban elfogadnának, pláne ilyen alap, alapsportákban, ahol azért Ausztrália, Kanada, USA, Kína, Japán is fontos szereplő. Ezt elfogadnák sokan, de én nem akartam emögő bújni és magyarázni. Szóval, mi is látjuk, hogy most nincs annyi eredmény, mint korábban, de ezt tudtuk. Hát gondolom, mert hogy egy Cselaci elindult, úgy kezdtünk, hogy egy érem biztos van. Ő érem nélkül, ezt egyszer jött haza. Én Innen indultunk. A hosszú az a kérdés, hogy kettőt, hármat vagy négyet nyer, mellette még hányba indul és hány érem. Ők ketten tudtuk, hogy most már nem nyernek érmet. És nyilván az általás azért nem zöggenőmentes, ez nem úgy van, nem vagyunk olyan nagy ország ebben a tekintetben, bár erős ország vagyunk, amikor Kvancsúban a harmadik helyen voltunk, most is a hetedik helyen az érem táblázaton, hogy azért futószalagon jöjjenek ezek a klasszikusok, És egy olyan ország, ami ami hát elkényelmesedett meg, hogy mondjam, elkényeztettük akkor, amikor volt Darnyi, Egerszegi, Rózsa, Gütler, Cene, Szabó de egy időben. Ez azért nem szokott előfordulni gyakran, bár most se volt rossz, amikor mondjuk Rióban a hosszú mellett a kapás, kenderesi, cseh is érmes volt. Szóval ezek, ezek nem gyakran vannak ilyen évjáratok. A lényeg az, hogy dolgozunk rajta most is, és megerősítem itt is, meggyőződésem, hogy Párizsban nem csak a világ fog érmet nyerni. Viszont addig is Milák Kristóf elviszi gyakorlatilag a hátán a magyar úszást, mert azért két világbajnoki címmel és egy világcsúccsal azt hiszem, hogy nem lehet elégedetlen senki, de mi az a legfőbb változás, ami a későbbiekben meghozhatja azt a sikert, amikor nem ez a rengeteg döntős sportoló lesz, hanem ebből azért lesz érem is? Az egyik az az régi igazságunk, hogy nem versenyzünk eleget és nem fordulunk jól. Ezt már tavaly eldöntöttük, és az idei versenykírásunkban megjelent idén először ez pályás gyermek, serdő és ifi bajnokság is, hogy minél előbb elkezdjék tanulni. Ez nem azért van, mert az edzőknek az ismerete hiányos, vagy ezt nem ismerték volna föl. Ezek csak versenyen fejleszthető tulajdonságok. Ehhez kell nekünk valamennyit igazítani a felkészülésünkön, még akkor is, ha az emberi test nem változott, és olyan, mint 50 évvel ezelőtt, de az úszásban azért a hangsúlyok főleg ezzel a víz alatti delfinezéssel eltolódtak, és ez ezzel együtt az addig sem kis szerepe a versenyeknek jelentősen megnőtt. Az Egyesült Államok ereje ebben rejlik, hogy körülbelül 1000-1200 külföldi úszónak adnak ösztöndíjat, amerikai egyetemeken nyilván a legjobbaknak, és ezek minden évben együtt versenyeznek. Az amerikai egyetem bajnokság erősebb, mint egy olimpia. És mennyivel ró ez több terhet majd az egyesületekre, az edzőkre, illetve a szülőkre ebben a sportágban? Hogy működik a rendszer? Az jó kérdés, örülök, hogy megkaptam a, a, titka, az ennek az egésznek túl a tehetségek itt mindig voltak ebbe az országba, úszásba, atlétikába, tornába, zenébe, balettba, mindenhol. A kérdés a felkészítő emberek, jelen esetben az edzők. Vannak világszintű edzőink, nem is kevés, de nincs elég ahhoz képest, amennyire ki akarjuk terjeszteni a rendszert, úgyhogy most a, azt mondom, hogy változtatni kell, itt inkább hangsúlyeltolódásokról van szó, hogy mondtam, az úszás, úszók részéről a, a, több verseny is inkább rövid pálya, addig itt pedig az edzőknek a képzése, amit nem lehet csak tankönyvből. Tehát utalnék arra, hogy akármilyen jó tanuló valaki egy orvos egyetemen kijön, akkor sorakozik fel a rajtvonalnál, mert az is egy tapasztalati szakma. Kálnoki kis Attilának azt mondtad, hogy Selmeci Attilával te és ő körbejárjátok ezeket a versenyeket, ott minden este leültök, majd az edzőkkel fogtok beszélgetni, eszmét cserélni, akár vitatkozni is. Ezt minden idősebb vagy, vagy idősebb korosztályból származó edző nagyon-nagyon hiányolja minden sportágban. Nálatok mennyire volt ez jellemző az utóbbi időben, vagy mennyire kell visszahozni ezt? Mindenki komoly műhelybe pallérozódott. A Selmeci Attila a Kis László műhelybe, a turisot a Virt a Szécsi később a széles műhelybe, de a széles is a Szécsi műhelybe, és annak idején a Tellered és a Heisenbergnél lett igazi tudós Heidelbergbe. De az élet minden... Egyedül nem megy. Nem megy, tehát minden, az élet minden területén az a komoly műhelyek alapozzák meg ezeket a sikereket. Műhelyeink vannak, arra megyünk, hogy azok az edzők, akik azt szik, hogy mindent tudnak, vagy ügyesek, hamar érnek el kisebb sikereket, ne gondolják, hogy fönt vannak a szakma csúcsán. Ez most ami mi dolgunk. Ráadásul bejöttek olyan dolgok, tehát azért mondjuk, Mondok olyan gyermeki példát, ami mégis súlyos, az a 30 évvel ezelőtt az nem fordulhatott elő, hogy egy edző mobilozik, vagy leüljön. Ma már azért ezt gyakran látjuk, szóval vannak ilyen dolgok. Ezt nem lehet befolyásolni külső de, hogy, ha, micsoda? Majd fogjuk. Dehogy, hát dehogy, edzésen edzés kell tartani, sportoltál, Igen. nagyon jó tudod, az edző két másodpercet kifigyelt, már láttam. A versenyzővel ezt nem lehet megcsinálni. Tehát a lényeg az, hogy, hogy látjuk azokat, amik kellenek, és nem ma vettük észre, és nem azért, mert most éppen kevesebb érmünk volt, mint, mit tudom én, kvancsóba volt, bár akkor megjegyzem, hogy ez négy érmünk volt, csak az mind arany volt, és alig volt helyezésünk. Tehát nem állunk rosszul, szerintem Párizsban még egyszer mondom, sikeresebbek leszünk, mint Tokióban voltunk, az érmek tekintetében, és a már előkészített, illetve megkezdett folyamatok, mint az USA nemzetprogram, amely a Covid miatt késett két évet, Szóval ezeket most előveszük nagy hangsúlyjal. Azért ez a rengeteg döntő meghelyezés helyezés, múlik, hogy ebből érem legyen. Ezt már láttuk az olimpián és meg itt a világbajnokságon is. Például az Európa bajnokságon mire számít az ezzel kapcsolatban, illetve a száz világverseny aranyéremmel kapcsolatban Katinkánál? Hát tavaly is nyert három érmet a budapesti elbén, ezt most is megtett, és ez is térmes volt a váltón, mert nyilván ott van a 99 ne akármi van, berakom a váltóba. Igen. Amerikában ezt nem csinálják meg, ott nem szeretik az ilyet, de akkor is van még a következő éves, rövid és rövidpályás minden más. Tehát neki a száz összejöhet kényelmesen, illetve nem van kényelmesen, de az össze tud jönni. Nyilván az elbéi túszásban más, illetve a VB egy jóval falsósabb, ahol még egyszer ausztrálok, amerikaiak, kanadaiak, japán, kína, ezek most itt nem lesznek itt, úgyhogy nyilvánvaló több érmünk lesz már ha nem lesznek covidosak, mert most mára már a már a kapás boglárka, amit csak én tudok, hogy jöttem, hívtak a Óló Balázs is covidos, úgy láttam, most megint van valamilyen hullám, de a papírforma alapján jóval több érmünk, akár aranyérmünk is lehet, mint amit volt a vb Én meg azt kívánom, hogy most már hullám csak a medencében legyen, és ott is egyre kevesebb. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. Köszönjük szépen, hogy önök is itt voltak, viszontlátásra.